Sziasztok, Helena vagyok, és ez itt az én könyvtáram. Ez pedig itt a december havi jelentés az elolvasott és a megszerzett könyvekkel. Ez meg itt Albus, aki megint szerepelni akar a videóban, és természetesen nem lehet kihagyni. Decemberben az volt a célom, hogy ebben az évben eltervezett darabszámot megtartsam, illetve egy régóta olvasott könyvet befejezzek. Nagy örömmel jelenthetem, hogy mind a kettő sikerült. Vágjunk is akkor bele. A tündérmeséről egy külön videó is készült, ezért erről nem szeretnék sokat beszélni. Szeptember közepén kezdtem el olvasni, és december közepére sikerült befejezni. Az olvasás hosszúsága sajnos az élményre, a minőségre is rányomta a bélyegét. Itt velem volt a baj, nem a könyvvel. Ha valaki szeretné az értékelést bővebben hallani, akkor tekintse meg az erről szóló videót. Szép volt, jó volt, túl hosszú volt, a közepe egy kicsit lapos volt, de összességében egyáltalán nem egy rossz olvasmány. Ezután következett John Cure-tól a Mérgezett gyalog, ami a Medúza krónikáknak a harmadik kötete. A másodikat november folyamán olvastam, és nagyon szerettem. Ez pedig, mint már egy korábbi videóban említettem, azért nagyon kedves nekem, mert itt a saját idézetem olvasható a könyvborítón. Nem csalódtam ebben a könyvben sem egyáltalán. A második kötetet is nagyon szerettem, és pont ezért kerítettem ilyen hamar sort a harmadikra. Nagyon szerettem, és még azzal is tudott nekem John Cure újat mutatni, hogy egy kis időre sikerült megijesztenie néhány jelenet erejéig, amiért egyszerre jár neki a piros és a fekete pont. A piros azért, mert végül nekem tetsző módon folytatódott tovább a történet, a fekete pedig azért, mert istentelen módon megrékatott. Ezután nem igazán tudtam, hogy mivel folytassam az olvasmányaimnak a sorát, ezért segítségül hívtam a nem teljesített rettegős kihívásra beválogatott könyveknek a listáját, és végül Arnald Úr Ingrid Dasson könyvét választottam, ami a Mélység titka címet viseli. Ez egy Izlandon játszódó skandináv krimi. Még izlandi szerzőtől nem olvastam, ez volt az első ilyen alkalom. Egy nyugdíjas rendőr a főszereplő, a történetben pedig egy 30 éve eltűnt férfi holtteste kerül elő a gleccserből, és ezzel a döglött ügy élessé válik, ami egy nagyon jó téma, szerintem. Nagyon hamar felkeltette az érdeklődésemet, ezért is vettem meg ezt a könyvet annó. Viszont a tempója egy kicsit olyan, mint a főszereplőnk, Konrad, nyugdíjas. Kicsit lassú, kicsit erőtlen, töketlen. Egyébként meg mit is lehetne mondani egy 30 évvel ezelőtt is elég zavaros ügyről? Senki nem tud semmit, senki nem látott semmit, 30 év múlva pedig már még arra sem emlékszik, hogy akkor látott-e valamit, vagy nem látott, vagy mit látott, hogy látta, hogy nem látta, borzasztó. Egyébként nagyon is valóságos, hogy ez így van. Végül mégiscsak megoldódik valamilyen formában az ügy, még ha egy kicsit nehézkesen is, aminek végül is örültem, és a lassúsága nem vette el a kedvemet attól, hogy ha a sorozatnak a további részei megjelennek itthon, akkor elolvassam őket. Összességében nincs vele baj, csak nem hozza azt a pörgést, amit én igazából szeretek egy ilyen krimiben. Az utolsó könyv pedig Greg Olsen-től a Tartsd a szád című könyv, ami az Animus valós bűnügyek sorozatában jelent meg első kötetként. Én is említettem a megvásárlásakor, hogy ezt nagyon vártam, ezt a megjelenést. Egy kicsit ugyan toltam az elolvasását így december végére. Ez igazából nem egy regény. Tehát aki úgy fut neki, hogy egy regényt fog olvasni, az csalódni fog. Nem. Nem úgy kell nekiállni. Nekem az volt a benyomásom olvasás alatt, hogy egy dokumentumfilmet nézek az ID Discovery-n, és ha itt elolvassuk a végén, hogy Greg Olsen kicsoda, akkor igazából ez nem is csoda, hogy ez az érzésünk, hogy
egy ilyen dokumentumfilmet nézünk. Ez egy dokumentumregény igazából. Néha beleszólnak az tehát igazából ez egy dokumentumregény, a folyása tényleg olyan, mint egy ilyen film, az ID Discovery-m. Tulajdonképpen azt tapasztalhatjuk, hogy a narrátor mondja, peregnek a képkockák előttünk, és időnként valamelyik túlélő bemond egy két mondatos emléket, kommentet, valamit hozzáfűz. Tényleg olyan, mintha egy ilyen filmet néznénk. Nagyon sajnáltam mind a három lányt, és mind a három áldozatot, akik az életüket vesztették Shelly Notek álmokfutása miatt. Azt viszont nem igazán értettem, és a mai napig nem értem, hogy felnőtt emberek hogy képesek ennyire valakinek az irányítása alá kerülni, hogy nem szólalnak fel, nem kérnek segítséget. Nyilván a gyerekek nem tudtak, de hogy a felnőttek se, és tényleg olyan szinten a hatalmukban tartotta őket, Shelly, őt is, és mindenkit, hogy egyáltalán fel sem merült, hogy itt bármi gyanús lenne, bármi rosszul működne. Senki évtizedeken keresztül nem vett észre semmit. Borzasztó nehéz elhinni, de mégis így volt. Aki a szomszédlányt ismeri, az már egy kicsit megedződhetett, tehát az ő számukra nem lesz annyira megrázó ezt a könyvet olvasni. Részben a megedzettség miatt, másrészt pedig amiatt, ahogy ez a könyv meg van írva. Engem sem tudott annyira a hatalmába keríteni. Ténylegesen egy külső szemlélőként figyeltem az eseményeket, nem tudtam magam annyira belehelyezni a történetbe, mivel ez nem is egy olyan történet, mint ahogy a szomszédlányt Jack Ketchum megírta. Viszont aki szereti ezeket a típusú könyveket, annak tudom ajánlani, hogy olvass el, és nagyon-nagyon várom már az Animus kiadótól a további true crime történeteket, mert sajnos tényleg van miről írni. Rengeteg beteg elme futkározik a világban, vagy nem a világban. Bár ha arra gondolok, hogy Shelly Noteket 2022. novemberében szabadlábra helyezték, akkor azért még mindig itt vannak. És ez is elég ijesztő, hogy egy ilyen történetet valós bűnügyként kell emlegetni. Ugye, amikor az ember krimit vagy horrort olvas, el tud borzadni, meg tud rökönyödni, még talán valamennyire meg is rázza a történet, de mindig ott van az, hogy bármennyire is valóságos az, amit olvas, nem történt meg, hanem az egy írói fantázia szüleménye. Ennél a könyvnél ez nem így van, és ez benne a legborzasztóbb. Ez volt 2023 utolsó olvasmánya nekem ebben az évben. Ezt ma hajnalban fejeztem be, ezért úgy döntöttem, hogy már semmi újban nem fogok kezdeni így az év utolsó napján, tehát ezzel a könyvvel zárom a 2023-as olvasmányaimnak a listáját. És akkor rátérek a megszerzett könyvekre, ezekből egy kicsit több van. December 8-án egy író-olvasó találkozón vettem részt a Marisol kiadó vezetőjével, és még néhány íróval, és fordítóval. És innen kaptam néhány recenziós példányt, majdnem mindegyiket dedikálva. Itt van például Sonrayond célnaplója, amit ha belelapozok, akkor azt látom, hogy ez nem is igazán olvasandó könyv, hanem egy kitöltendő, tényleges napló, amit majd az év elején fogok igazából forgatni, és az olvasást majd akkor fogom lezárni, hogyha tényleg teljesen kitöltöttem. Ez pont ideális arra, hogy a következő évet elkezdjem vele. Megkaptam ezen kívül a Fedina Lídia Virokalipszis című könyvét, ami egy világvége regény, egyfajta science fiction. Itt van
Gréger Csabától a Mozaik Vándorok és a Varázslatos Utazás című könyv is, ami igazából a gyerekeknek szól, de ezzel is szélesítem majd a palettámat. Én alapvetően nem nagyon szoktam ilyeneket olvasni, de most kivételt fogok tenni. Illetve itt van a Fényből faragott emberek címet viselő verses kötet, ami Sylvia Plath verseit tartalmazza Palotás Csongor fordításában. Ebben természetesen a fordító aláírása szerepel az én számomra. A verseket valószínűleg reggelente vagy esténként fogom egyesével majd olvasni. Nem szeretnék tényleg sietni ezzel a könyvvel, mert verset tényleg úgy érdemes olvasni, ha az embernek hangulata van hozzá, egyet-egyet is szemezgetni. A másik kettőt pedig majd idő és hangulat függvényében olvasom valamikor, egyelőre nem ígérek semmit. Decemberben van ezen kívül a moly születésnapom, elsőjén egészen pontosan, ami azt jelenti, hogy ezen a napon regisztráltam az oldalra, pontosan 6 évvel ezelőtt. Az aktív évek száma nem pontosan ugyanennyi, 4 vagy 5 éve használom az oldalt aktívan, nem emlékszem pontosan. Viszont amióta aktívan használom, azóta minden évben meglepem magam valami könyvvel a moly születésnapomra. Idén az egyik Robert Galbraith-től a Hömpölygő sír, ami a Cormorant Strike sorozat 7. kötete, tudom, el kéne kezdeni olvasni minél hamarabb. Idén viszont nem akartam már még egy sorozatot elkezdeni, mert így is van néhány, ami befejezetlen, de amint azokat végigolvastam, ígérem, hogy el fogom kezdeni ezt is, mert tudom, hogy nagyon sokan szeretitek. Ezzel együtt megláttam a könyvesboltban John Grisham-től a Ha ölni kell című könyvet, aminek a filmváltozatát láttam néhány hónappal ezelőtt. Lehet, hogy túlzás azt mondani, hogy láttam, mivel az első 10 perc után félálomban tengődtem, majd az utolsó részre ébredtem fel, pontosan a lényegre, de amire emlékszem belőle, az nagyon tetszett, ezért is vettem észre ezt a könyvet, és biztos, hogy hamarosan el fogom olvasni, mert érdekel. Általában úgy vagyok a filmekkel, hogy amelyek nekem tetszenek, azokról mindig kiderül, hogy könyv alapján készültek. És ha a film tetszett, akkor biztos vagyok benne, hogy a könyvvel se lesz gond. Ezek voltak a vásárolt, illetve a recenziós példányok, és akkor, ha már december, akkor nem maradjon ki a karácsony sem. Akik követik a csatornát, azok már tudhatják, hogy a Jézuska a Harry Potter első 3 kötetét hozta nekem orosz nyelven. Nagyon szerettem volna már megvenni ezeket a könyveket, természetesen az egész sorozatot, így még a maradék 4-et is be fogom szerezni valamikor a jövő év folyamán. Nagyon meglepett vele a családom, meg kell, hogy mondjam. Szinte a könnyekig hatódtam. És annyira szépek, tényleg. Ezt muszáj megmutatnom egyesével. Tényleg gyönyörűek. És ha majd a 7 kötet meg lesz, akkor itt ki fog rajzolódni a Roxford kastély a könyveknek a gerincén, ezért a polcon is nagyon szépen fognak majd mutatni. Ennyi lett volna tehát a decemberi jelentés. Még a mai napon találkozunk az évvégi összefoglalóval az este folyamán. Várlak titeket. Sziasztok!